szexárd fenntartható stratégiájának megalkotása. Ez volt a célja annak a háromnapos tanácskozás sorozatnak, ami pénteken ért véget. Erre a dokumentum csomagra azért van szükség, hogy a Tolnai megyeszékely pályázni tudjon a TOP plusz pályázati forrásokra. A kerekasztal beszélgetések során a szakértők a helyi gazdasági élet meghatározó szereplőivel, intézményvezetőkkel és a polgármesteri hivatal munkatársaival egyeztettek. Hamarosan pedig kérdőívekkel a lakosságot is megkérdezik. A cél, hogy a település fejlesztésének irányát határozzák meg a következő 7 éves uniós ciklus idejére. Az elvándorlás, ami egy nagyon komoly probléma, illetve a város gazdaságának a megújulása egy ilyen sarkalatos pont. Itt elsősorban nem is az ipartelepítésre kell önmagában gondolni, bár nyilván ez is egy fontos cél, hanem a gazdaság aktivizálása, a vállalkozásoknak a megjelenése, bevonzása lenne az egyik fontos cél. Az már most biztos, hogy a következő években kiemelten támogatja majd az Unió a klímatudatosságra épülő fejlesztéseket, valamint a digitalizációt segítő beruházások is előtérbe kerülnek. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy Szekszárd a mostaninál is élhetőbb város legyen. A most lezárult egyeztetéseket követően a meghívott vendégek és szakértők véleményét kérik be a stratégia megalkotói, majd nekiállnak a terv tényleges kidolgozásának. Ez körülbelül a április hónap folyamán fog elkészülni, és ezt az írásos anyagot a most bevonásra került szakértőknek a rendelkezésére bocsátjuk első körben, majd pedig ugye ezt ugyanígy a lakosság is meg fogja ismerni, és ugyanúgy véleményezheti, ahogy a képviselők vagy a bevont szakértők is megtehetik. Az elkészült tervet később társadalmi vitára bocsátják, a megyei jogú város vezetői pedig azt kérik, a véleményezésben minél többen vegyenek részt, mert így biztosítható, hogy a fejlesztések a lehető legtöbb szekszárdi érdekeit képviseljék. A civil szervezetek és a lakosságnak a véleményét is kérjük ezekben a dolgokban. Most van a lehetőség arra, hogy formáljuk a jövő időszakát, és minél többet tudjunk a város érdekére ebből fordítani. Bízunk abba, hogy aktív részvétel mellett egy olyan szakmai programot tudunk összehozni, természetesen nagyságrendekben, minőségben, ami szolgálja majd a városlakók érdekeit. A fenntartható stratégia terv tehát várhatóan áprilisra készül el. Az első egyeztetésekre egyébként meghívták az Éjjel-Szekszárd elnökét is. Bomba Gábor viszont nem tartotta fontosnak, hogy részt vegyen ebben a város fejlesztését szolgáló munkában.